Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjönek is Evolve végre. Azt kell mondjam, hogy napvilágot látott a 2015-ös év egyik legkülönlegesebb játéka. Miért oly különleges? Nem egy Call of Duty? Nem egy Battlefield? Nem egy zombis játék? És azt kell mondjam, nem egy tipikus shooter, jó a koncepció, hogy vadászat, és jó az, hogy a szörny szemszögével is játszhatsz. Persze ízlések és pofonok, meg ahogy nézem az ismerősémet, megosztja ez a játék, tehát nem mindenki van oda a szörnyes játékokért, ahogy nézem, és azt kell, hogy mondjam, hogy kár, mert ez a játék, ennek a játéknak végre megvan egy különlegessége, végre tört egy hagyományos, nem azt a begyöpösödött receptet hozta, ahol menni kell és csak lőni kell, ahol a szörnynek nincs semmi intelligencia, csak a mesterséget is intelligencia. Nem, itt végre bebújhatsz a szörnynek a helyére, és átveheted az irányítást, és játszhatsz úgy, ahogy tetszik. A játékok, amiket láthattok, az a tulajdonképpen a játékban megtalálható összes játékmód, ez a sima vadászos, hívjuk így, ahol szörnyként el kell pusztítani a reaktort, vagy megölni a vadászokat. Itt már elértem a harmadik fázist, gondoltam, nem untatlak titeket végig, hogy levadászok mindenkit, és 1-től 3-ig fejlődök. És a következő játékban látni fogtok valami olyasmit, ahol a vadászoknak meg kell védeni reaktorokat, miközben egy harmadik szintű szörny megpróbálja azt elpusztítani, de a szörnynek természetesen van segítsége is, egyes szintű kis góliát szörnyekben, amelyek hullámokban támadnak, és meg kell akadályozni vadászként, hogy ne pusztítsák el a reaktorokat, és törjenek be a bázisra. A következő játékmód pedig egy afféle ilyen rescue mód, ahol ki kell menteni az emberkéket, és meg kell akadályozni, hogy a szörny megölje őket. Hogyha a szörny ezt megteszi, akkor természetesen a vadászok vesztettek. Ha a szörnyet megölik, akkor ugye a vadászok nyertek. Nos, hát igen, keményen kikaptam abban a játékmódban, azt kell, hogy mondjam, eléggé... Nem egy könnyű játékmód, hogy őszinte legyek. Nos, de mindjárt rátérünk mindegyikre, fogunk egy kicsit magyarázni. Ugye azt mondtam a múltkori bétában, hogy ezen a játékban megtalálja mindenki a szórakozását egy bizonyos szempontból. Ugye aki haverokkal szeret játszani, vagy van egy jó közössége, és együtt játszik ezt a játékot, ezért egy fantasztikus hangulatot fog adni. Nagyon jó élmény, ahogy vadászol a haverokkal a szörnyre, akit amúgy ugye egy másik ember irányít valahol, szóval nagyon feelinges hangulata van játszani, és hogyha netán a szörny ugye fejlődik és eléri azt a bizonyos harmadik fázist, akkor igencsak parti van. És azt kell mondjam, hogy ugye 3 szörny van jelenleg, azért mondom, hogy jelenleg, mert a bizonyos trailerekből kiderült, hogy terveznek egy negyediket is, ami elég brutálnak fog kinézni, és mind a 3 szörnynek megvan a maga különlegessége, és ereje, és előnye, és nagyon jó velük játszani, és élvezetes, és hangulatos. Beszéljünk egy kicsit ugye a egyedül lévő szórakozásra, mert azt ugye feltártuk, ha vadászként játszol, hatalmas élmény játék, főleg, hogyha haverokkal játszol. Ha szörnyként játszol, akkor ugye szeretsz egyedül magányosan játszani mások ellen, akkor nagyon jól fogod magad érezni a szörnyben is, de azt kell, hogy mondjam, hogy multiplayeren kívül ugye ebben a játékban megtalálható egy single player rész is, egy solo rész, ahol gyakorlatilag egyedül vetheted be magad a csatába. Egyedül, de mégsem egyedül, mert a botok ott vannak veled, és én például itt most botokkal játszok, tehát nem tudom, hogy észrevettétek-e egyáltalán, tehát itt full botok ellen játszok solo módban, és azt kell, hogy mondjam, hogy a játék kurvára nem könnyíti meg a dolgomat. Hihetetlenül nincs easy mód, nincs hard mód, van egy mód, és a mesterséges intelligencia mind szörny, mind pedig vadászok szemszögéből hihetetlenül jól teljesít. Azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikusan van megcsinálva a mesterség, jobb, mint a rendes emberek. Tehát ezt észrevettük a múltkori bétában is Vaknix barátommal, hogy
egyszerűen jobb, a mesterséges intelligencia minden jobban végzi a dolgát, a medic heal-el, a support supportol és a trapper trapper. Bár, hogy azt kell mondjam, talán a leggyengébb a mesterséges intelligenciában az a trapper, de attól függ, hogy melyik az. És fantasztikus, ahogy szólóban játszik, és nem érzed azt, hogy egyedül vagy, hogyha egyedül is játszol, és a többiek botok, nem érzed, mert a karakterek kommunikálnak, és jobban kommunikálnak, mint egy átlagos játékban megszokott. Tehát eddig jó kommunikációt a mesterséges intelligencia részéről a Titanfallban hallottam, de ez még azon is túl tesz, és végig játszol, és érzed, hogy nem vagy azért egyedül, mert marha jól támogatnak a karakterek, és bármely karakter bőrébe is bújsz, azt kell mondja, hogy bizonyos szempontból te leszel a leggyengébb láncem. Ezért is bújtam én az asszolt bőrébe, mert amúgy is támadó, tipikus támadó játékos vagyok, ezért gyorsan letámadom, és tudom, hogy a háttérben ott lesz egy nagyon jó bot, jó mesterséges intelligenciával megáldott bot, aki felgyógyít, és ott lesz egy supportos. A szörny, aki ellen most játszunk, ugye ő lenne a Kraken, marha jó támadásai vannak, és marha jó mozgása, majd fogtok látni tőlem is a játékmenet Krakennel játszom, és azt kell mondjam, nagyon élvezek szörnyen játszani, mert nagyon jól ki van találva a játék, és ugye szólóban is játszva jól érzed magad, szóval aki arra gondol, hogy ez a játék, ez csak co-op módban, haverokkal jó játszva, az erősen fog tévedni, mert eddig hatalmas jó szórakozást nyújtott játék közben is, és akkor jön az egészre a poén, hogy ugye szóló módban is fejlődik a karakter, tehát hogyha nem multizol, akkor is fejlődik a karaktered, úgyhogy valószínűleg lesznek gamerek, akik így beindul a farmolás kőkeménye, hogy Vakfix kolléga is tette szóló módban egy párszor, jó, felfarmolta a karaktereket, és akkor elkezdte neki zúgni. Ja, és jut eszembe erről a játékmódról, mert nem volt kutya. A szörny mesterséges intelligenciája nagyon jól be van programozva, és nagyon jól ki van találva. Azt kell mondjam, hogy menekül, és odafigyel arra, hogy mennyi az életed, odafigyel arra is sokszor, hogy ne tudjanak föléleszteni a társaid, és folyamatos támadást indít ellenük, és ellened szimultán, hogy ne tudjanak föléleszteni a társaid. De van is egy ilyen gameplay, gyakorlatilag, ahol így meghalok, és mert egyszerűen a szörny nem engedte Daisynek, hogy felnyaljon gyakorlatilag, és a mesterséges intelligencia még azon kívül úgy van kitalálva, hogy taktikusan is játszunk, tehát hogyha a szörny addig nem bocsájtkozik csatába, amíg el nem éri azt a bizonyos második vagy harmadik szintet. Hogyha egy módja van rá, akkor elmegy a harmadik szintig, hogyha nem, akkor a második szintnél is csatában bocsátozik. De még ezen kívül, ha lemegy a páncélja, azonnal menekülére fogja, és legközelebb úgy látod viszont, hogyha fullon van a páncél, úgyhogy gyorsnak is kell lenni, észnél is kell lenni, hogy játszol a szörnyelet, mert nagyon trükkösen van megoldva a mesterséges intelligencia. Nos, nem tudom, hogy mit felejtettem el még mondani a játékról. Ja igen, karakterek szempontjából mindegyik osztálynál három karakter van, mindegyik karakternek megvan a maga sajátos, különleges képessége, és ahogy vélem felfedezni, gyakorlatilag nem mindegy, hogy milyen karakterrel jössz, milyen szörny ellen, úgyhogy eleve már a lobbiban, a várakozásnál egy taktikai játszma indul, hogy ki milyen szörnyet hoz, és ahhoz te milyen karaktert választasz. Például asszolt szempontjából Kraken ellen nem túl effektív a Markov nevezető, ez a villámos, akivel éppen játszott, csak jelenleg nincs másik karakterem, hanem kellene egy olyan, ami hosszabb távon is egy komolyabb sebzést tud okozni, mert ezzel a karakterrel csak közelre lehet magas sebzést okozni. Úgyhogy hát azt kell, hogy mondjam, hogy a játék egyelőre nem okozott csalódást, nagyon-nagyon-nagyon sokat optimalizáltak rajta, amióta volt a beta, ugye nekem full grafikán voltak némi lagjaim érdekes módon,
a játéknál, néha így lefelugrott az FPS, és most azt kell mondjam, gyönyörűen fut, full grafikán, és egy pikarcnyi laggot sem tapasztaltam. Ebben a játékban eddig azt kell mondjam, hogy nem csalódtam. Egy jó döntés volt megvenni. Egy különleges játék, végre valami változatosság, nem csak számomra, de a csatornám számára is ebből a szempontból. Látni fogtok még ilyen játékokat. Azt kell mondjam, hogy élvezzétek ezeket a gameplayeket. Nem arról szólnak, hogy pro gaming vagy valami ilyesmi. Ez egy élvezetes játék. Élvezzétek a képi anyagot, a látványt és a hangulatot. Lehet, hogy sokszor csak úgy random fogok feltölteni gameplayt kommentár nélkül, mert megéri, mert egy látványos, mert megvan a maga epiksége ennek a játéknak, és egy jó szórakozás, hogy éppen unatkozol, hát nézz egy kis Evolve-ot, ahogy kilódunk a szörnyel, vagy kilódunk a vadászokkal elkapni, mert lesz rá például, lesz ilyen live gameplay, majdnem biztos vagyok benne, és azért nagyon hangulata van ennek a játéknak. Ennyi lett volna nagyjából, nem szeretném végigdumálni ezt a teljes 16 percet. Egyelőre elmondtam mindent, azt hiszem, amit így elsőre tapasztaltam, érzékeltem ezzel a játékkal. Nem véltem felfedezni bugokat, de habár a bétában sem véltem felfedezni bugokat. Jól ki van találva, becsületes, tiszta munka eddig, úgyhogy le a kalappal a Turtle Rock stúdió előtt. Ugye aki Digital Deluxe-ot rendelt elő, az még Left 4 Dead-et is kapott ingyen mellé. Tehát eddig egyelőre megértem. Ja, még egy érdekes sztori. Én G2 arról vásároltam elő a játékot, és le a kalappal a G2 alsók előtt. Elküldték a CD kulcsot pár órával megjelenés előtt, és saját hülyeségből kicsit furán nézett ki a CD kulcs, lényeg ami lényeg, hogy nem nagyon akart aktiválódni. De egyébként a saját hülyeségem volt, mert nem jöttem rá, hogy rosszul ütöm be a CD kulcsot gyakorlatilag. Azonnal írtam egyébként G2-nak, azonnal válaszoltak, sőt live-ba ment a chat, és próbáltak segíteni. És a végén persze rájöttem, hogy mi a megoldás, rájöttem, hogy én voltam a hülye, de le a kalappal gyakorlatilag azonnal próbáltak megoldást csinálni, és megkérték, hogy mit és hogyan kell csinálni a dolgokkal, úgyhogy ez egy pluszpont gyakorlatilag. Mondom ezt úgy, hogy a Ubisoft és Far Cry 4 esete a CD kulcsokkal, hogy visszavonták a CD kulcsokat, és semmilyen kárpótlás nem adtuk a gamereknek ezért, tehát egy efféle megemlítést azt hiszem érdemel a G2A ebből a szempontból. Nos, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, fogok még jelentkezni Evolve játékkal, mert nagyon élvezem, ráadásul ugye márciusig, amíg kijön a Hardline, Battlefield Hardline, addig valószínűleg fogtok még látni egy jó pár Evolve videót is, és én ajánlom szeretettel ezt a játékot, hogy őszinte legyek, jobban ajánlom, mint a Battlefield Hardline-t idei év szórakoztató játékának, hogy őszinte legyek, mert láttunk már Battlefield Hardline-okat, láttuk már shootereket, de Evolve-ot nem nagyon láttunk, és ezt kell mondanom, hogy ne legyünk begyöpösödött gamerek, hanem nyissunk az új felé, és ez egy jó újítás, azt kell, hogy mondjam. Nos, tényleg köszönöm a figyelmet, élvezzétek a megmaradt gameplayt, és élvezzétek a hangulatát annak, hogy mert itt gyakorlatilag botok ellen játszok, egyedül játszok, de mégis megvan a hangulata. És meglátjátok, hogy milyen. Nos, köszönöm a figyelmet, remélem eljutottatok idáig, hogy megnézitek ezt a videót, és hát élvezzétek a további műsort.